Sziasztok, Tóth Márk vagyok. A mai adásban egy újabb, nagyon különleges sportágat fogunk bemutatni nektek. Röplabdázni fogunk. Török Fábián nagyot futott ezért a labdáért. A gyerekjátékkal az ország egyik legnagyobb múltú és legsikeresebb egyesületéhez látogattunk el, a Vasashoz Óbudára, ahol Fábián Fanni többszörös magyar bajnok és kupagyőztes röplabdázó, illetve az egyesület leányai fognak segíteni nekünk, hogy minél többet megtudjunk erről a sportágról. Mikor kezdtél el röplabdázni és miért? Én 10 éves koromban kezdtem el röplabdázni. Általános iskolában először a nővérem ment a röplabdapályára, és ugye mint egy jó húg, én is mentem utána. Mi tetszett meg benne a legjobban? Az, hogy valahova tartozol a családodon kívül. Szerintem ez egy nagyon jó emberi dolog, hogy emberek között lehet nap mint nap. És az iskolán kívül még egy más szabadidős tevékenységed is van. Egyik kezedbe tartod a labdát, onnan futsz tovább, és a másik kezeddel megpróbálod kiütni a másik kezéből a labdát. Hajrá! Hármat léphetsz, Rózi! Hány éves korban kezdik, és kell valami különleges tulajdonság, hogy olyan jók legyenek, mint Fanni? Olyan szerintem 9-10 évesen érdemes, de ez teljesen változó. Van, aki abban a korosztályban, mint a túloldat, ugye láthattuk a gyerekeket, U13-as korosztályban jön, és szeretne röplabdázni, és van tehetsége hozzá, van labdaérzéke, na, azok a lányokban is ugyanúgy válhat egy élsportoló, mint aki korábban kezdett. Tehát először ehhez kell egy alapvető labdaérzék. Egy utolsó bemelegítő feladat következik. Jó, ehhez szükség van megint mindenkinek a kezébe egy darab labdára. Átpasszolod saját labdával. Labdával a labdát ütöd. Nagyon egyszerű alapfeladat lesz kosárérintésre. Jó, jövök, Réka. Ez az. Akkor most magyarázzuk el Márknak, hogy hogyan is működik ez a játék, hogy mi valójában ez a röplabda, mi a lényege? Hát, hogy ne pattanjon le a labda. A mi térfelünkön ne pattanjon le, de nekünk mi a célunk? Hogy a másik térfélen ne pattanjon, akkor is, hogy viszont győzzünk. Mi lányok, mi hányan versenyzünk a pályán? Hányan vagyunk a pályán egy versenyen? Hárman. Mi hárman. Ti lányok, a Kristóffal hányan vagytok a pályán? Négyen. És ezután az U15-től fölfele hányan vannak a pályán, ugye? Ahol már a Fanni is versenyzik és játszik, ugye az már 6-6 elleni röplabda. Márk, szerinted melyik az a poszt röplabdában, aki a legtöbbet alkarérintéssel dolgozik? Libero. Ezt talált. A liberónak mi a feladat a lányok? Ki tudja? Védekezés, nyitásfogadás. Hogy indul el egy labdamenet? Lehet mondani, nem kell jelentkezni. Nagyon ügyesek vagytok, nyitással. A lábad a vonal mögött van, és hogyha jobb kézzel nyitsz, akkor ugye a bal lábad van elől. Földartod a labdát, és csak elnyitod. Eldobás, és átütöd. Nagyon jó! Na, hát ez egész jó. Ez a kicsit hátrébb, nagyon jó. Lányok, kinek mi tetszik legjobban a röplabdában? Nekem a csapatjáték. Igen? Minden. Az összetartás. Fanni, neked mikor volt ez a pont, mikor tudtad, hogy röplabdázó szeretnél lenni? Hát nekem ez szépen lassan épült ki. Én nem tudtam gyerekkoromban, hogy én röplabdázó szeretnék igazából lenni. Nekem ezt valahogy így az élet így hozta. Kíváncsiskodó rovatunk következik, úgyhogy most azt kérdezhettek Fannitól, amit csak szeretnétek. Fanni, te miért szereted a röplabdázást egyáltalán? Én nagyon szeretek csapatban együtt dolgozni, és az a jó a röplabdában igazából, hogy nincs kontaktusod az ellenféllel. És van kabalád, vagy valamit csinálsz a meccsek előtt? A legfontosabb meccseimre fel szoktam rakni egy fülbevalót és egy nyakláncot, amik szerencsét szoktak hozni. Mit szoktál csinálni levezetésképpen egy nagy meccs után? Otthon szoktam pihenni a kiskutyáimmal. És tanuljuk meg a nagyobbtól a felső nyitást is. Rendben. És magad elé feldobod a labdát. Így. A röplabdában van csapatkapitány? Igen, van csapatkapitány. Ugye neki az a feladata, hogy a mérkőzésen ő beszélhet csak a bíróval. Egyébként meg a csapaton belül ő kommunikál többet az edzővel. Jó, 4-4 ellen, itt lesz egy kommentátorunk és egy segédkommentátorunk, ugye, akik majd ugye kommentálják az egész meccset. Nem kell izgulni. Jó? Jó, rájuk. Állhatunk fel. Meg a tapsnak milyen szerepe van? Hát, figyelem elterelés lehet. Igen, ez nyilván a kisebbeknél jobban
látványosabb, de inkább ez egy ilyen belső jó érzés így a csapatnak, hogy ahogy hallod, igen, hogy hallod a szurkolás, hogy egy kicsit jobban érzed magad tőle. És a sípzó után 8 másodperc van elnyitni a labdát egyébként. És nagyon fontos a röplabdában a kommunikáció. Ugye tudjuk, hogy segítsük a másikat. Röplabdában most lehet egyébként 2,5 óra, 3 óra is, ugye? Nem lehet hozzáérni a hálóhoz. A hálóhoz nem lehet hozzá, nem lehet érinteni a hálót egyáltalán. Lányok, most játszani fogunk egy kvízjátékot. Összeszedtünk nektek kérdéseket kifejezetten a röplabdával kapcsolatban. Mikor találta fel William George Morgan testnevelő tanár a röplabdát? A. 1500-ban, B. 1895-ben, vagy C. 2000-ben? Szeretném kérni a válaszokat majd. Megyünk sorba. Egyes csapat. B. Kettes csapat. B. Hármas csapat. B. Négyes csapat. A helyes válasz valóban a B. 1895-ben találta fel. Következő kérdés. Melyik sportágak elemei ismerhetőek fel a röplabdában? A kosárlabda és a kézilabda, B. a futball és a tenisz, vagy C. a kézilabda és a tenisz. Szeretném kérni a válaszokat. A. A helyes válasz valóban a C. A kézilabda és a tenisz egyvelege összesül a röplabdában. Mennyi ideig tartott a világ leghosszabb röplabda meccse? A. 1 óra, B. 7 óra, C. 75 óra 30 perc. Akkor szeretném kérni az egyes csapatnak a válaszát. Megvan a tipp? Igen. B. Jó. Kettes csapat? B. Hármas csapat? B. Négyes csapat? Egyetlen helyes válasz lett, hiszen a helyes válasz a C. Észak-Karolinában, Kingstonban. 75,5 óráig tartott egy meccs. Köszönöm a játékot, mindenki vehet egy kis ajándékot. Ennyi fért mai adásunkba. Továbbra is várjuk ötleteiteket, hogy melyik magyar sportolót vagy sportágat ismernétek meg szívesebben. Címünk gyerekjáték@mtva.hu. Köszönjük eddig beküldött leveleiteket! Sziasztok!